Ebben a vizsgálatban a plazmolízis jelenségét fogjuk tanulmányozni. A vizsgálati anyagunk a lilahagyma, mégpedig a lilahagymának a húsos allevele, és ebből a húsos allevélnek a bőrszöveti részéből, az epidermis részéből fogjuk a nyúzatot elkészíteni. Innen, ebből a részből, kicsit megemelve az epidermiszt, egy kis csipesz segítségével leválasztjuk, már most itt sikerült megemelnem, és ha leválasztottam, akkor ezt a leválasztott nyúzatot egy tájt lemezre helyezem el, cseppentek rá egy csepp vizet, majd ugye befedem egy kis fedőlemezzel. Az így elkészített nyúzatomat helyezem mikroszkóp alá, ahol a kivetítőn látható képet látjuk az elkészített nyúzatban. Azért szeretjük a lilahagymát ehhez a vizsgálathoz, mert hogy a sejt nedvét megszínezi az antocián nevű festékanyag, és a plazmolízis hatására a sejthártya és a sejtplazma elválik a sejtfaltól, és nagyon szépen nyomon követhető lesz a lila színű sejtnedv miatt. A nyúzatra, az elkészített nyúzatomra káliumkloridoldatot fogok cseppenteni, és úgy célszerű elvégezni, hogy a fedőlemez mellé cseppentem, ami be fog szivárogni ugye a fedőlemez alá, és elhelyezem a mikroszkópba, és természetesen megkeresem az optimális vizsgálati részt. Nagyon szépen látszik kis idő elteltével, hogy a plazmolízis során ugye a sejthártya és a sejtplazma zsugorodni kezd, és elválik a sejtfaltól, ezek a sejteknek a hosszúkás alakján ugye a sejtfal biztosítja. Ezen a sejten is nagyon szépen látszik most itt a felvétel ideje alatt, ahogy kezd elválni, ahogy zsugorodik a sejtplazma a sejthártyával körülvéve, és válik el, és összehúzódik a plazmolízis során a növényi sejtnek az anyaga. Ezt a plazmolízist úgy tudjuk elérni, hogy hipertóniás oldatba helyezzük a növényi sejteket. Ilyenkor a hipertóniás oldat hatására a sejtekből kifele áramlik a víz, és emiatt fog összezsugorodni a sejtplazma a sejthártyával körülvéve. A káliumklorid oldat hatására egy jellegzetes plazmolízises jelenséget lehet előidézni. Az alkáli fémionok azok inkább konvex plazmolízist hoznak létre, az alkáli földfémionok pedig konkáv plazmolízist okoznak. Megnézzük, hogy látjuk-e, meg tudjuk-e figyelni kálciumklorid oldat segítségével is ezt a plazmolízis jelenségét. Úgyhogy egy másik nyúzatra kálciumklorid oldatot fogok cseppenteni, és megvizsgáljuk a másik fajta plazmolízist is, a konkáv plazmolízist. Át kell szivatni a fedőlemez alatt az oldatot. Hogy beáramoljon ugye a fedőlemez alá. Egy összefüggő folyadékfilm jön létre, és most látszik, hogy már átszivárgott. És megvizsgáljuk ezt is mikroszkópban. A kálciumkloridos csepegtetés után újból megindult egy plazmolízises folyamat. Látszik, hogy ugye a sejthártyával körülvett sejtplazma elválik a sejtfaltól, és a jellegzetes konkáv plazmolízisnél ilyen íves beszakadások fognak bekövetkezni. Nyilván ennek még
további várakozási ideje lenne. De azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az alkálifémek azok konvex, az alkáliföldfém ionokat tartalmazó oldatok pedig konkáv plazmolízist idéznek elő.